nagyon rég gitároztam, és valamelyik nap előtört belőlem az a hú, de gitározni akarok érzés. Szóval újra fogom húrozni a jó pár éve nem használt gitáromat, amit 7 év zenéskola után nem nagyon használtam. Ez egy nagyon rövid videó lesz, viszont mindenképp külön videót szerettem volna szánni ennek a témának annak érdekében, hogy mindenki számára könnyen megtalálhatóvá váljon ez a videó, legfőképp azoknak, akik hasonló problémákkal rendelkeznek, mint én is korábban. Szóval térjünk is a lényegre. Több korábbi videóban is észrevehető volt, hogy ilyen fejbőr meg korpadarabok vannak a hajamban. Tulajdonképpen én hiába szedtem ki minden videó előtt, de amint hozzáértem, vagy ennyit is csináltam, azonnal kibudjantak a fehér kicsikek is, korpák vagy fejbőr darabok a hajszálaim közül. És egy idő után beleuntam mindig ezt nézegetni, és amint kiszedtem egyet, megjelent 2. Biztos vagyok benne, hogy páran tuti tudjátok, miről beszélek. Tudom, hogy ez nem csak nálam, de sokaknál problémát jelent, hisz az ismerőseim nagy része közül is sokan küzdenek hasonló gondokkal, és mégse tudnak vele mit kezdeni. Hiába mostam head and shoulders-el, vagy házi praktikákat csináltam, kísérleteztem rajta, tettem rá olajat, semmi sem segített. És ha beletúrtam, vagy így megráztam a hajamat, azonnal, mintha így ilyen liszt felhő húlott volna. Azt tudni kell, hogy nekem nagyon száraz bőröm van, szóval az itt az orrom, a fülem, a szemöldököm, az ujjaim, minden szárazabb az átlagosnál. És valamiért a többivel nincs is bajom, mert megszoktam, de a hajam lisztessége mindig nagyon zavart. Ja, és az hozzá kell tennem, hogy mindig nagyon viszketett, és nem vagyok tetves, legalábbis tudomásom szerint nem. Valamint mindig nagyon piros volt a fejbőröm, és ez nem összekeverendő a pikkely sömörre, ugyanis nekem nem az van, vagyis nem az volt. Több sampont is kipróbáltam, és a folyamatosan reklámokban lévő Alpecin hibrid koffein sampon sem ér egy nagy szart sem. Viszont az egyik nézőm ajánlott nekem egy sampont az egyik videóm alatt. Ugye felhívtam rá problémát, hogy valaki adjon már nekem tanácsot, és ezt szeretném most megmutatni nektek. Bármennyire is hihetetlen, de ki szeretném jelenteni, hogy ez nem egy szponzorált videó. Csupán segíteni akarok a problémával küzdőknek, mert tudom milyen szar, amikor félsz levenni a sapkádat, mert már is igénytelennek titulálnak. Miközben te mindent próbálsz megtenni, de nem érsz el vele semmit. Na, mutizom a sampont. Na, valahol itt kell, hogy legyen. Hol van? Ja, itt van. Ez az. Kicsit látszik, hogy már használtam, de ilyen kis flakon. Itt van a doboza. Az pontos neve Sazon Blue Shampoo, korbásonális elleni shampoo, én a Benu gyógyszertárban vettem, 2400 forint volt, ha jól emlékszem, ami azt jelenti, hogy olyan 7-8 euró között van az ára, és egy ilyen kis flakon körülbelül olyan másfél és egy hónapig is elég. Az fontos, még ha kétszer kell vele hajat mosni, az elsőt nem muszáj sokáig rajta adni, rögtön le lehet mosni, de a második mosásnál már kicsit tovább kell rajta adni, körülbelül egy percig. Ilyen égszínkék színe van, és a szaga sem valami kellemes, de hát az mindegy, úgyis csak te érzed, meg egy idő után már úgyse lehet érezni, ahogy kimostad vele a hajadat. Én korábban minden második nap mostam hajat, de ezzel a samponnal csak minden harmadik nap körülbelül, de ez ízlés kérdése. Én kb. 2,5 hónapja használom, de hála az égnek azóta tényleg nem tapasztalok korpásodást a fejbőrömön. Szóval aki megteheti, annak tényleg tiszta szívből ajánlom, mert nekem tényleg bevált. Én ennyit szerettem volna elmondani ebben a pár percben, puszi nektek kincseim, és nem is rabolom tovább az időtöket, sziasztok!